Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét, a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Bajban van a bátaszéki megyei első osztályú foci csapat. Hiába a nyári edzőváltás, hiába érkeztek tehetségesnek mondott fiatal játékosok az alsóbb osztályokból, egyelőre sorra bukja el mérkőzéseit a gárda, és a két évvel ezelőtt még ezüstérmes együttes az éppen még bent maradó tizedik helyen szerénykedik túl az őszi idény felén. A bajnokságra törő Tolna otthonában egy meglehetősen gyenge napot kifogó Tolna ellen sem tudott pontot szerezni a bátaszéki csapat, mert nem igazán jelentett veszélyt támadójátékával az egész mérkőzésen a hazaiak kapujára. A védelem pedig egy gólt azért, bármennyire stabil volt végig, összehozott a második félidő elején, és ezzel vesztett a csapat. Látszik az is, hogy a jelenlegi bátaszéki keret szűkös, nem bírja el a védelem meghatározó játékosat Szalka Norbert, és a kulcsjátékosnak számító két csatár, támadó középpályás, Gábor Gergő és a fiatal Ler Marcel együttes hiányát. A kispadon nincs az ő pótlásukhoz szükséges, bevethető játékos. Mindenképpen próbálok velük egy a mai játékos keretünkhöz méltó taktikát kidolgozni, és próbálom velük játszatni. Ma inkább ez sajnos a védekezésre kell, hogy koncentrálódjon ez a játékunk, mert mint említett három játékos, aki azért nagyon fontos lenne, azok hiányoznak, és így aztán ameddig bírjuk lelkileg, csináljuk meg tüdővel, de hát itt is elfogyunk meccs közben is. Tehát elérkezünk a kritikus 70. perchez, amit már több egyszer említettem, és amikor kész, nincs tovább levegő, akkor jönnek a rossz döntések, akkor jönnek az ideges megszólalások, a vélt valt bírói tévedések, amelyekkel nem kéne, hogy kiakadjunk, de sajnos ma olyan helyzetben vagyunk, hogy idegileg hát ki vannak merülve a srácok. Az erőléti problémát nem lehet az új edző nyakába varni, hiszen többen napi fizikálisan is terhelést jelentő munkából érkeznek az edzésre, így a terheléssel csinyán kell bánnia a trénernek, egyénekhez igazítottan kell ezt megtervezni. Legfeljebb a téli felkészülési időszakban lehet majd az edzések intenzitásán növelni. Elment az én érkezésem óta 3 hónap. Játszottunk én szerintem olyan 15 mérkőzést. A 15 mérkőzést az a 8-10 játékos szinte végig játszotta. Van 3-4, aki csereként, hol vagy kezdőként játszik, és ki vannak zsigerelve. Tehát ezek a srácok, ezek nap mint nap dolgoznak. Van, aki fölmegy a tetőre 40 fokba, van, aki meg az aratáson fárad el, van, aki segédmunkásként dolgozik. Tehát ezek borzasztó fizikai terhelések, amelyeket ugye mérkőzésen a szerzett fáradtságokat nem tudják úgy kipihenni, mint hogy mondjuk egy irodista például. Tekintettel arra, hogy 5 csapat jobb állományú és jobb feltételeket teremt, és nem utolsó sorban többet is tesz a játékosok zsebébe, Brecska László már a sérültek felépülése után nem ígérheti azt, amit a bajnokság elején, hogy felhozza tavasszal a bátaszéket legalább az 5. helyre. Ketté fog szakadni a tabella, tehát én azt gondolom, hogy van az 5, maximum 6 csapat, amelyik igazán a dobogóért és a bajnoki címért fog küzdeni, és leszünk mi is. Most már sajnos azt kell mondjam, hogy inkább az alsó férjába fogunk tartozni, de hát igazolni. Minden edzőnek az az álma, hogy minél több játékosa legyen, hogy 22-23-mal, hát én csak irigylem azokat az edzőket, akiknek ennyi játékos áll rendelkezésre, de ha a szegény ember vízzel főz, és nincs miből, és nincsen játékos sem, akkor azokra várok, akik megsérültek és föl fognak épülni a februárra, és hát egy jó felkészüléssel. Én azért optimistaként tekintek a jövőbe. Azt azért az elnökség és a szurkolók egyaránt elvárják a Mohácsol edzőként hazatérő egykori kedvenc futballistájuktól, hogy a táblázat második fele belátható időn belül azért a bátaszékkel kezdődjön. Újjáélet Pakson az atomerőmű ESE foci csapata. 19 év után ismét felnőtt meccsek helyszíne, a lakótelepi labdarúgópálya. A fiatalokból és a régi rutinos játékosokból verbuválódott csapat veretlenül vezeti a megyei harmadosztályt. Ismét benépesült az atomerőmű ESE foci pályája. Évek óta a dédelgetett álma vált valóra több tucat labdarúgást kedvelőnek Pakson, amikor idén végre ismét felnőtt labdarúgó mérkőzéseket játszhatnak és láthatnak a pályán.
A megye háromban indultak a fiatalokból és régi rutinos rókákból álló a sésok, akik visszatérhettek egykori sikereik helyszínére. Nagyon sok olyan játékos, aki úgymond kiöregedett, nem tudtak elmenni el ugye megyébe, különböző ilyen megye 2-es, megye 3-as csapatokhoz, és ugye már próbáltak már, ugye az Orosz Józsit már fűzik évek óta, hogy legyen egy felnőtt csapat, mert itt szeretnének játszani, Pakson helyben jó körülmények vannak, ugye jó pályán, heti 2 edzéssel, ugye és a hétvégén a mérkőzés. Azt lehet mondani, hogy létszám az nagyon jó, tehát ilyen 28-30 főből lehet, csak ugye úgymond azért sok a műszakos. Tehát ez egy olyan összetétő csapat, hogy ugye nagyrészt azt lehet mondani, hogy tényleg erőműves dolgozók is, akik régen itt futballoztak, ugye szerették az esélyt, jó körülményeket, még egyszer mondom, és ezért a Józsi ugye úgy döntött idén megbeszélve ugye az ASE elnökséggel, hogy van rá mód, és el lehet indulni teljesen amatőr szinten, és így belevágtunk. Jó, kiegészítjük a fiatalokat, és így azért szerintem egy közönség szórakoztató aránylag jó játékot tudunk játszani, még ha a megye 3-ról is beszélünk, gólgazdag mérkőzések. Természetesen az a cél, hogy nyerjük meg, hogy aztán utána mi lesz, hogy följebb, nem följebb, ez igazából még nem téma. Szeretnénk megnyerni a bajnokságot, minél több meccset, minél jobban játszani, minél több közönség előtt. 19 éve szűnt meg, de idén újjáélet sokak örömére az ASE. Nekem például nagyon szép emlékek idéződnek fel minden egyes alkalommal, amikor itt vagyok, és ez egészen jó feltölt a hétközi munka után. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ez a csapat ez így megszületett. Minél több mérkőzésen szeretnénk győzni, attól függetlenül, hogy egy kicsit már korosok vagyunk, de hát még azért úgy látszik, hogy tudunk bizonyítani. Boldoggá tesz minket, hogy tulajdonképpen minden mérkőzésen győztünk eddig, és igyekszünk a jövőben is így, amíg lehet, amíg tudunk. Hát én 97-ben voltam itt utoljára, akkor NB1B volt, és én akkor igazoltam el. Hát az 21 éve, ha jól számolom. Nagyon szép időszak volt, egy nagyon csodálatos emlék, és most ezt próbálom újra élni. Kicsit idősebben, de talán nem megöregedve. A közönség szórakoztató meccseken gólgazdag eredmények születnek. Ezúttal a tabella harmadik helyén álló Pálfát verték 9-2-re. Az újonc ASE veretlenül vezeti a bajnokságot. Az 5. X-ben járó gólerős csatár Fejez Zoltán több találkozón megrúgta a Mester 3-asát, csak úgy, mint most. A megyei góllövő listát 19 találattal vezeti. Én nagyon örültem, hogy 20 év után újra pályára léphetek az ASE egyesületében. Én nagyon büszke vagyok erre, és szerintem a srácok is, akik játszottak és akik nem játszottak, és most léptek először pályára. Szerintem élvezük a játékot, nem mindig játszunk jól, de próbálunk, úgyhogy szerintem ez a sikereink titka igazából. A célkitűzés az, hogy minden meccset megnyerjünk. Siagárdon nagyon nehéz volt, szerintem a legnehezebb meccsünk volt, de sikerült azért a Dömin Balázs góljával egy fantasztikus jobblábas rugás, gólt, vagy úgy mondom hozni a győzelmet. Igazából semmi extrát nem tudok mondani, az, hogy akarjuk, jó csapatunk van, és élvezzük a játékot. Haditorna versenyen mérhették össze tudásukat azok a képző intézmények, melyek alapvetően a honvédelem és rendvédelem utánpótlásáról gondoskodnak. A Tolna megyeiek hagyományosan jól szerepelnek ezeken a viadalokon. A tavalyi kiírásban az országos második helyezést érték el a szekszárdi csapóiskola rendvédelmi tanulói. Az idei megyei döntőn ismét ők diadalmaskodtak. A nagyszámú jelentkező is az elmúlt évek sikere, hiszen tavaly országos második lett a Tolna megyei győztes csapóiskola csapata is vonzó azoknak a fiataloknak, akik életüket a rendvédelemhez vagy honvédelemhez kötötték. Számukra a testedzés, a versenyzés, az akadályok leküzdése mindennapos feladat. Ez egy nagyon jó csapat összekovácsolás céljából, másodjára viszont szeretnek hozzánk járni a diákok. Szóval szeretik csinálni, szeretik megmérettetni magukat, szeretik a határaikat kitolni, és ezek a versenyszámok ezek tökéletesek arra, hogy mindenki ki tudjon teljesedni bennük. Légpuskalövészet, gépkarabéllyal való váltófutás, elsősegély és egy tétmatrixban való tájékozódás. Csak néhány az idei megyei döntő feladatai közül. Ez már a negyedik éve, hogy megrendezésre kerül ez a versenyünk. Egyre nagyobb
szerepet kap országosan is a honvédelem ügye, ezért örülünk neki, hogy a diákok is csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, és minden évben több és több iskola jelentkezik. A Csapó belügyi középiskolásai a tavalyi esztendőben alig maradtak el az országos győzelemtől. A tapasztalat és a rendszeres gyakorlás ismét esélyessé teszi őket az idei viadalon. Edmundék a tavalyi versenyen megküzdöttek az ezüstért. Debrecenben van egy ilyen kadét, vagy katonai iskola, igen, azok nagyon keményen képzik egymást ott, és hát azokkal rivalizáltunk végig. A megyei győztes ezúttal is a Csapó iskola csapata lett, akik visszavághatnak a tavalyi esztendő eredményéért a közszolgálati egyetemen lebonyolításra kerülő országos versenyen. Már több éves hagyomány, hogy Pakson fitness maratont rendeznek, mely évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ezúttal Katus Attila és Béres Alexandra volt a nap sztár vendége. Ezúttal is megtelt az ASE sportcsarnok a fitness sport szerelmeseivel. Két húzónév volt a nap folyamán, Katus Attila és Béres Alexandra. Pakson évek óta rendeznek nagy sikerrel fitness maratont, mely évről évre egyre népszerűbb. Nagyon nehéz egyébként megmozgatni az embereket, nagyon nehéz őket kimozdítani a sport irányába, de talán most azt látjuk, hogy kicsivel többen voltak már, mint az előző rendezvényünkön, úgyhogy hát nyilván bizakodunk abban, hogyha rendezünk és létrehozunk ilyen eseményeket, akkor minél többen és egyre többen fognak rákapni erre a dologra. Volt, aki keményen belehúzott és több sportfoglalkozáson is részt vett. Különböző tempójú és stílusú mozgások voltak, mindenki megtalálta a magának valót. Tucatnyi mozgásforma közül választhattak a fitness maraton résztvevői. Nekem új volt ez a piloxing nevezetű edzés. Nem tudtam, hogy ez a pilates, a tánc és a boxnak az ötvözete, nagyon érdekes volt. Katus Attilán vettem részt most, és még majd az Alexandrát meg fogom várni. Hát én nagyon sok mindent kipróbáltam, én úszással kezdtem, aztán kosárlabdáztam, de ez a fitness, ez most már lassan 20 éve jelen van az életemben, és nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni a rendszerességet. A férfiak nem tolongtak ezen a napon, de azért volt, aki képviselte az erősebbik nemet e-sportban. Szász Sándor rendszeresen hetente háromszor lejár a fitness terembe. A kedvenc már negyedik éve a Hot Ironnak nevezett edzés, amiből itt a nyílt napon is láthattunk, egy kis bemutatót kaphattunk, ízelítőt. Ebből jellemzően kettőt szoktam edzeni egy héten, és a harmadik pedig egy ilyen intervallos, kicsit pörgetősebb edzés, ez a Zsolti által tartott Max TRX. Nekem egy héten körülbelül ez a három, ami így fixen be van, és ez úgy átmozgat, kikapcsol, ellazít. Szeretem ezt a csapatlégkört, a zenei hátteret hozzá, a motivációt, hogy társaságban vagy, nem szabad lazsálni, úgyhogy... És hát nőkkel vagy körbevéve, az se egy utolsó szempont, gondolom. A hétköznapokon egyébként nem ilyen rossz az arány, tehát azért körülbelül fele-fele arányból szoktunk lenni azokon az edzéseken, amikre én is járok. Most meglepődtem, hogy csak ennyien voltunk egyébként. Katus Attila felinvitálta a színpadra Szász Sándort egy férfi sporttársával. Így a világ, azaz a nők szeme rajta volt. Ez a paksi közönség egy stabil közönség, tehát azt lehet mondani, hogy az ember idén akkor tudja, hogy azért fogják itt várni. Tehát lesz vendéglátó, vagy idézőjelben sportolni vágyó legalábbis. Úgyhogy mindig jól sikerülnek ezek a rendezvények. És azt lehet mondani, hogy sportosak. Tehát akik ide eljönnek, tényleg nagyon szépen mozognak, szépen keményen végigcsinálják a tornát. Kíváncsi lennék azért azokra is, akik kevesebben sportolnak, hogy ők is eljönnek, akkor ők hogy éreznék magukat. Hát egyrésztről a kenyerem is a hivatásom, de emellett sokkal többet jelent. Tehát az, hogy én most 45 évesen... Mondhatnám, hogy gond nélkül élem az életemet tele energiával, irigylésre méltó energiákkal rendelkezem. Ez azért annak egyrészt egyfajta életfelfogásnak is köszönhető, másrészt pedig annak, hogy én mindig sportoltam. Tehát fölveszem a versenyt a fiatalokkal is, akarom, bár nem feltétlenül akarom már. A mozgás mellett a fit étkezés is teret kapott a rendezvényen. Mindenmentes süteményeket kóstolhattak a résztvevők, és bio ételek egész tárházát vonultatták fel.
A megyet tanulásban akadályozott, értelmi sérült és sajátos nevelési igényű, azaz Essen is diákjai számára kezdődött meg október 4-én a 2018-19-es atlétikai szezon. Többségüknek a sport az egyetlen olyan terület, melyben sikert érhetnek el. A gyerekek nagy része hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű családban él, így azt a sportágat részesítik előnyben az iskolák is, amihez elég egy cipő is. Az első, második és harmadik korcsoportosok 100 és 300 méteres síkfutásban, távol- és magasugrásban, valamint kislabdahajításban mérték össze tudásukat a szezonnyitó megyei Tanak Eseni atlétika versenyen. A negyedik korcsoportosoknak 100, 200, 400 és 1500 méteres síkfutás és svéd váltó szerepelt a programban, az ügyességi számok pedig kiegészültek a súlylökéssel. Az 5.-6. korcsoportos értelmi sérült fiatalok ugyanezekben a versenyszámokban nevezhettek. A Fogyatékkal Élő Baranyai Sportszövetsége elkezdte a tanulásban akadályozottak, mozgássérültek és minden fogyatékos specifikus ág diáksportját. A mai nappal itt a Várkölyi stadionban atlétika verseny van, 217 ember fogadta a meghívást, és mindenki el is jött. Hétvégén megyünk a Tenkesre, ott körülbelül egy olyan 300 fő regisztrált eddig be a Szent Imre túrára, ez egy szabadidős sportrendezvényünk. A jövő hét folyamán 11-én Vajszóra fogunk lemenni, ma adtam át a diákoknak az igazgató meghívását, ahol a Spéci Sportnap kerül megrendezésre. Kapkod a lábad ügyesség és váltó verseny lesz a piciknek, dart, bocsa, lengőteke, ügyességi játékok. Ezen kívül a hivatalos őszi kispályás labdarúgó tornát is ott rendezzük meg. A Tanak Eseni atlétika versenyre a Szabadszentkirályi Zsigmond Király általános iskolából is érkeztek diákok. Az intézmény tanulóinak csaknem 20%-a Esen is, azaz autista, magatartászavaros vagy értelmi sérült. A lehetőségeink azok nagyon szűkösek, távolugró gödör nincs az iskolában, mert homokozó van, tehát ezek a versenyek valamennyire gyakorlás szintűek is, minden más számban azért a futásra kislabda tudunk készülni, de nagyon sok kihívással itt tudnak csak szembenézni a gyerekek. A mozgásnak szerintem több összetevő miatt is fontos szerepe van. Egyrészt ezeknek a gyerekeknek a tanulásban nem szokott sikerélményük lenni, ebből kifolyólag az önképük is eléggé sérült, nagyon gyenge. Viszont amikor eljövünk egy ilyen versenyre, és a sajátjaik között versenyezhetnek, elérnek sikereket, akkor utána erősödik kicsit az önbizalmuk. Tavaly volt például egy versenyző kisfiúm, aki 7. jött hozzánk, nagyon zárkozott volt, nem nagyon barátkozott. Itt a versenyen arany és ezüstérmet hozott, egy teljesen más gyerek jött be utána az iskolába, azóta a szocializációja is, a tanulásában is döbbenetes eredmények voltak elérhetőek. A másik, amiben jó nekik, hogy rengeteg feszültséget cipelnek magukkal, azt itt a sportban ki tudják adni. A harmadik pedig az, hogy a mozgás, mint minden tanulási alapnál azért nagyon-nagyon fontos szerepe van, és ebből kifolyólag a rendszeres sport azt szerintem a tanulásban is segíti őket. A FODISZ több mint sport szlogenje értelmében a fogyatékkal élők világában a sport valóban több mint sport, hiszen lehetőség is egyben, kitartásra ösztönöz, kapcsolódás lehet a külvilághoz, az embertársakhoz, barátokat és értékes ismerettségeket nyerhetnek általa a gyerekek. Ajtó és ablak a világra. Az Emele PMFC U14-es lánycsapata a Paksi Esegárdáját fogadta a labdarúgó országos bajnokság második fordulójában. Mindkét együttes győzelemmel kezdte a szezont. Ők a Dunaújvárossal, a Kaposvárral, a Kecskeméttel, a Pécsi Sportoldával, a Siófokkal és a Tápéi Szent Mihály csapatával játszanak egy csoportban. Mind a 8 gárda célja a folyamatos fejlődés. Úgy tűnik, hogy ismét feltörekvőben van Pécsett a női foci. Mint ismert, ugyanis két pécsi központú U14-es lány labdarúgó csapat is szerepel a délnyugati csoportban. Ők a Pécsi Sportolda és az Emele PMFC. A két gárda rögtön az első fordulóban találkozott egymással, amit az utóbbiak nyertek 3-2 arányban. Az Emele PMFC a második fordulóban azt a Paks csapatát fogadta Kovács-telepen, akik szintén győzelemmel kezdték a szezont. Ők a Siófoki Bányász győzték le 6-3. Az Emele PMFC gárdájában egyébként pécsi, seljei, szigetvári, vajszlói és sásdi játékosok kapnak helyet, és csak a bajnoki mérkőzéseken játszanak együtt. A lányokkal teljes mértékben meg vagyok elégedve, egy meccs van csak,
Azt mondhatni 100%-os a meccs eredményünk, azt megnyertük, de igazából nem is ez a fontos, hogy a mérkőzéseken majd mi lesz a számszerű eredmény, hanem hogy a mérkőzéseken milyen játékot nyújtanak, illetve hogy az edzéseken hogyan állnak hozzá, mennyire veszik komolyan, mennyire edzenek komolyan, és én azt gondolom, hogy teljes mértékben meg lehetünk elégedve a lányokkal. Vannak közöttük olyanok, akik többébe fociznak már, vannak olyanok, akik több hónapja, már egy meg két hónapja, az már, meg a három hónap az már viszonylag sok. Nagyon komolyan veszik, nagyon igyekeznek, hogy utolérjék technikailag, taktikailag azokat a lányokat, akik már évek óta fociznak és nagyobb rutinjuk van. Mi igyekszünk edzők hozzá segíteni őket. Egy frissen kialakulóban lévő csapat, ami azt jelenti, hogy hát nem tudom, hogy az ellenfelek milyenek. Ha frissen kialakulóban lévő csapatot építenek az ellenfelek is az országos U14-es bajnokság játékosai közül, akkor ővelük partiban leszünk, hogyha nem régiek, akkor meg nagyon meg akarjuk őket verni, mert nagyon meg akarjuk mutatni, hogy a kezdők is tudnak oroszlán körmökkel harcolni, a kis cicák, a kis macskák is tudnak oroszlánként dolgozni. Két új játékosunk van, kettő sajnos betegség miatt kiesett, hát ez a lányoknál így működik, az egyik játékosunkat azért elhozta a szülője, de mindenképpen két új játékost szerettünk volna kipróbálni, akiket a múlt héten nem tudtunk játszatni, tehát őket is szeretnénk megnézni. A vendégek korábban a Tolnamőzs Futszál Egyesülethez tartoztak, csak most igazoltak át a paksi esélyhez. A csapat U12-es és U13-as korosztályú lányokkal szerepel az idei bajnokságban. Zömében tolnaiak alkotják a csapatot. Fő célkitűzésünk az, hogy hétről hétre fejlődjenek a lányok. Ugye, mint említettem, U12-U13-as korosztályú, tehát jóval fiatalabb az eredeti korosztályhoz képest. Így a csapatépítés és tényleg kimondottan az, hogy a taktikai, technikai elemeket folyamatosan gyakoroljuk, és ezzel párhuzamosan természetesen mindig a győzelemre játszunk, de az eredmény számunkra mindig másodlagos marad egészen majd felnőtt korig. Az első fordulóban Siófok csapatát fogadtuk hazai pályán. Hát eredmény szempontjából mondhatom, hogy 6-3-ra sikerült győznünk. Számunkra ugye ami fontosabb a játék, az viszont nagyon-nagyon üdítő volt részemre, mert fegyelmezettek és taktikailag nagyon érettek voltak a lányok, már így az első mérkőzés alkalmával. A mérkőzés elején már látszott, hogy a házigazdák nem szeretnének semmit sem a véletlenre bízni. Rendületlenül rohamozták az ellenfél kapuját, ennek eredményeként 11 gólt sikerült szerezniük. A meccs érdekessége, hogy Szabó Hanna, a pécsi csapat egyik kapusa is betalált egy támadást követően. Ezzel a győzelemmel az MLE-PMFC az érre ugrott és vezeti a bajnokságot. Szentlőrinci kislányok ismerkedhetnek meg a kézilabdázás alapjaival, a Kozár Misleny esének köszönhetően. A Város és a Sportegyesület együttműködésének célja, hogy megfelelő utánpótlásbázist alakítsanak ki Szentlőrincen is. Jelenleg 28 alsó tagozatos gyerek vesz részt a heti háromszori edzésen, de még több kislányt várnak a foglalkozásokra. A Kozár Misleny ese 2014 nyara óta folyamatosan fejleszti csapatait, ennek köszönhetően mára már az U7-től a felnőtt NB1-B-s gárdáig minden korosztályban van kézilabda csapata az egyesületnek. A Kozár Mislenyi helyszín mellett Bolyban és a pécsi Miroslav Kleza horvát iskola központban is folynak edzések. Az elmúlt időszak eredményei alapján újabb iskolákat vontak be a programba. Az egyik a Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola, ahol összesen 28 kislány kezdett el kézilabdázni. Nagyon fontos számomra, hogy a szentlőrinci gyerekek minél több sportágba tudják magukat kipróbálni. Szentlőrincen van hagyománya a kézilabdának, ugye évtizedekkel ezelőtt is jó kézilabda csapata volt már Szentlőrincnek, most néhány évvel ezelőtt, kb. Egy évtizede elindult a felnőtt női kézilabda csapat, de az utánpótlást nem tudtuk megoldani. És ebbe volt nagy segítség, hogy most megkaptuk azt a segítséget, ugye most Kozár Mislenyből, hogy a szentlőrinci utánpótlásba ők besegítenek, és remélhetőleg most egy olyan folyamat indul el, hogy a szentlőrinci női kézilabdának mindig meg lesz az utánpótlása. Ezek a gyerekek, akik most itt vannak, ezek a jelenlegiekkel biztos, hogy nem fognak együtt, hiszen akkor a majd, hogy nem anya-lánya korosztály, tehát nem fognak együtt játszani,
de azt gondolom, hogy most majd évek alatt, hogy jönnek itt föl, lehet, hogy majd 10 év múlva egy újabb hullám, egy újabb generáció lesz, és akkor lehetőséget kapnak a szentlőrinciek is, szentlőrinciekként a szentlőrinci csapatba játszani, és nekem mindig ez a fontos, egyéb sportágaknál is, hogy a futballcsapatba is szeretném, ha minél több szentlőrinci lenne saját nevelésű játékos, és ezért itt a kézilabdába látom ennek a lehetőségét. Lesznek itt olyan gyerekek, akiknek csak ez egy szabadidő lesz, és lehet, hogy majd a tanulás mellett, a zenetanulás mellett nem fogják tovább vállalni, nem lesznek élsportolók, de sose ezt szerettem volna. Itt is azt mondom, hogy ha ők jól érzik magukat, benn vannak egy közösségbe, és ha majd csak egy-két gyerek lesz, aki majd versenysportoló lesz, lehet, hogy Szentlőrincen, lehet, hogy akár Kozármislemében, vagy bárhol az országban, az már egy siker. Nekem már az siker, hogy ez a gyerekek jól érzik magukat, és szabadidős szinten ők ezt a sportot megismerik, és szívesen eltöltik ezt az időt itt. Szentlőrincen az elsőtől a negyedik osztályig tartanak kézilabdás képzést a kozármislenyi szakemberek. Itt a klasszikus edzésformát honosítják meg. Korosztályonként heti 3 alkalommal vannak tréningek. Azt tapasztaltuk, hogy a megyei szinten nagyon kevés gyerek kézilabdázik. Tavaly szembesültünk vele, hogy igazolni szerettünk volna a serdülő csapatunkhoz játékosokat, és nem nagyon volt merítési lehetőség. És elkezdtünk gondolkodni azon, hogy hirdetünk toborzót, és majd megyén kívülről próbálunk toborzás útján gyerekeket találni. Nagyon nagy a konkurencia harc, ugye köszönhetően abban, hogy a sportban most jelentős források vannak, ezért azt az utat választottuk, hogy akkor szélesítsük a mi kis bázisunkat. Közvetlenül Kozármistenben erre már nincs lehetőség, hiszen ott lényegében a maximumon vagyunk. És ekkor jött az az ötlet, hogy hát nézzük meg azokat a városokat, sportegyesületeket, településeket, ahol vagy nincs kézilabda, vagy ha volt is kézilabda, most jelenleg nincs működtetés alatt. Így jött az ötlet. Szentlőrinc városában, hiszen itt van megyei női kézilabda, viszont nincs utánpótlás. Szentlőrinc mellett a pécsi Koch Valéria iskola központban is megkezdődött a munka, de ott a délelőtti testnevelés órák keretében oktatják a kézilabdát. A projektbe bekapcsolódó intézmények és a kozármislenyese minden lehetséges forrást beletett a programba, amivel rendelkezik. Így az egyesület sporteszközöket, sportfelszereléseket, szakemberállományukat, illetve a most már 10 éve folyamatosan épülő utánpótlás rendszerüket, a partnerek pedig elsősorban szervezeti felépítésüket, infrastruktúrájukat adják.